Sziasztok, Nagy Viktor vagyok, a magyar vízilabda válogatott kapusa. Sziasztok, Bájis Bence vagyok, a magyar jégkorong válogatott kapusa. Nézzétek az NSO TV-t. És szurkoljatok nekünk. Kásás Tamás és Drávucz Rita, a budapesti vízilabda Európa-bajnokság nagykövetei, és Tarlós István Budapest főpolgármestere sorsolta ki a nyári kontinens fiadal csoportjait. Drávucz Rita a magyar férfi vízilabda válogatott mellé a szerbeket, a horvátokat, a spanyolokat, valamint a németeket és a franciákat húzta. Haragszol a fiúkra? Haragszom-e? Hát szerintem majd mondjuk most ők fognak rám. Nem, igyekeztem a legjobb csoportot bevonzani nekik, de úgy hallom, hogy ez nem jól sikerült. Az első gondolatom az volt, hogy de jó, legalább teltház lesz minden meccsen, de ami azóta, hogy a konklúziót illeti, az, hogy örülök, hogy nagyon kemény meccseket tudunk játszani, örülök, hogy olyan csapatok ellen tudunk játszani, akik ellen kiderül, hogy éppen milyen állapotban vagyunk. Azért az EB is hiába a csúcsa a nyárnak, az is egy folyamat, és két hétig tart, és azt gondolom, hogy a csoportmeccs az még mindig csak az első fele, ami alatt nagyon sokat lehet fejlődni. Az EB előtt nem nagyon lesz alkalmunk, hiszen hogy lehetne reprodukálni azt az érzést, azt a hangulatot, ami majd a Margit szigeten lesz. Az ott az első meccseken fog kiderülni, nekünk nagyon gyorsan kell majd alkalmazkodni ahhoz, hogy milyen 6-7 ezer ember előtt játszani, milyen ilyen erős csapat ellen hazai környezetben játszani. A lányok a görög-holland-Nagy-Británia 3-as mellé kerültek az A csoportban, és mind a nőknél, mind a férfiaknál a csoport győztesei közvetlenül az elődöntőbe jutnak, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással a legjobb négybe kerülésért. Az olasz, a görög és a spanyol az nagyjából ugyanazt a stílust képviseli, azért a holland meglehetősen mást. Ez lehet jó, lehet rossz, mindesetre nekünk most úgy kell készülni, hogy a csoporton belül lesz két, sőt talán három különböző stílusban játszó csapat. Ezek ellen kell majd készülni, de ez nem egy akkora probléma, mert a sorsolás mikéntje nem határozza meg, vagy nem változtatja meg a célunkat, már pedig a célunk az továbbra is a legjobb négy közé kerülés, hivatalosan, nem hivatalosan, pedig magunk között azért az érem, sőt, ha lehet, akkor inkább egy nagyon fényes érem, ahhoz pedig szép sorba kell megverni mindenkit. Tehát tulajdonképpen az, hogy most holland, vagy olasz, vagy spanyol, vagy görög, az mindegy. A lányoké veszélyes, mert könnyűnek tűnik, de a keresztbejátszásnál, ha nem vagyunk csoport elsők, kifoghatunk egy nagyon erős csapatot, ami a négybe kerülésért megy. A fiúké nehéz, egyértelmű, van három nagyon nehéz meccs, az viszont fölkészített a későbbi nehéz meccsekre, és hogyha jól szerepelünk a nehéz meccseken, akkor meg kifejezetten könnyen sétálunk tovább, legalábbis egy meccset. Hogy jók voltak-e a csoportok, vagy sem, azt majd július 14-e és 27-e között meglátjuk a Margit-szigeten megrendezendő vízilabda Európa-bajnokságon.